Szeretettel köszöntöm Önöket, és aminek a kapcsán most összegyűltünk, és elnézést, nem tiszteletlenségből, csak praktikumból nem állok fel, így is ez az emelvény olyan messzire helyezett minket egymástól, hogy olyan furcsán érezném magamat, így közelebb érzem magamat a közönséghez. Aminek ma a kapcsán ma összeültünk, az egy ilyen csúnya nevű projektnek az indítása, ami úgy tudom, hogy a szerződéskötés megtörtént, a támogatási szerződése megszületett ennek a programnak, az elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztése. Na most hát ez nem sokat mond nekünk. És én szeretek úgy gondolkodni az informatikáról, hogy hogyan lesz ettől jobb az ellátás, hogyan lesz ettől jobb az ellátórendszer, mitől lesz jobb a betegnek, a hozzátartozójának, az ápolónak, az orvosnak, mindannak, aki az ellátásban foglalatoskodik, és hogyan lesz ettől jobb, fenntarthatóbb az ellátórendszer. A hatalmas adatvagyon van ma az egészségügyben, és több erőfeszítés történt arra, hogy ezt az adatvagyont elkezdjük használni, és elkezdjük összekötötten használni. Mert például, hogyha egy mentő siet egy polgárért, aki az utcán rosszul lett, elvesztette az eszméletét, hogyha már megkapja azokat az adatokat a helyszínre érkezéskor, hogy egy szívbetegről, egy cukorbetegről van szó, gyorsabban, céltudatosabban tud segíteni, gyorsabban, céltudatosabban tudja eljutatni a megfelelő ellátásig a beteget. E-recept. Sokkal kényelmesebb, hogyha a hozzátartozók megbízható adatbázisok háttérszolgáltatására épülve hozzá tudnak jutni, nem feltétlenül a gyógyszerekhez el tudják vinni a hozzátartozóikhoz. Kényelmesebb a házi orvos és a betegének a kapcsolata, hogyha elektronikus módon kezeljük a recepteket. Szintén fontos az, hogy tudja azt követni egy kezelőorvos, vagy tudja azt követni a betegek ellátásáért felelős háziorvos, hogy milyen ellátásra került a betege. Szükségszerű volt, hogy kórházba kerüljön, vagy fölöslegesen fektették kórházba. Vajon a háziorvos hogyan jut hozzá azokhoz az információkhoz, hogy az ő körzetébe tartozó, vagy az ő praxisába tartozó beteg járt-e a kötelező szűréseken, vagy az ajánlott szűréseken. Ezeket az információkat szeretnénk eljutatni a háziorvosokhoz, hogy az egészségét meg tudjuk őrizni a betegnek. Ne adj Isten, eljussunk abba az állapotba, hogy előrejelzéseket tudjunk adni a beteg állapotával kapcsolatban. Tehát számomra ez az egész informatikai, elektronikai fejlesztés, ez nem az elektronokról, nem a bitekről, nem a hardverről, meg a szoftverről szól, amiből sokat kell majd venni, meg sokat kell fejleszteni. Ezekben a rendszerekben arról szól, hogy hogyan lesz egészségesebb, egészségtudatosabb, hogyan gyógyul gyorsabban a magyar beteg, hogyan végzi jobban, korszerűbben, hatékonyabban a munkáját az orvos, az ápoló. Úgyhogy ezek azok a dolgok, amiről itt most beszélünk. Ez a program két dolgot csinál, vagy az e-egészségügyi, az elektronikus egészségügyi programunknak ez a projektje, aminek az indítását ünnepeljük tulajdonképpen, ez két dolgot csinál. A nyilvántartásokat, amik a különböző háttérintézményeknél vannak, közhiteles állapotba hozza, letisztítja, megfelelő adattartalommal ruházza fel, korszerűsíti és közhitelessé teszi ezeket az adatokat. Mindenki tudja, hogy milyen adattal dolgozik. A másik, amit tesz, gondoskodik arról, hogy az adott háttérintézmények ezeket az adatokat, vagy egymás adatait az ellátási céloknak az érdekében, vagy a működtetési céloknak az érdekében tudják használni. Mert egyes adatok eddig is megvoltak, de az egyik háttérintézmény más rendszerben gyűjtötte, mint a másik háttérintézmény. Tehát itt igazából egy nagyon komoly rendszer szervezési feladatot kell ellátnunk azért, hogy tudjuk a betegek útját követni a rendszerben, és megfelelő ellátási adatokkal ruházzuk fel a rendszerben dolgozókat. Úgyhogy ez az, amiről itt ma szó van. A magyar egészségügynek számos nagyon komoly erőssége van. Minden gondja, kínja, baja ellenére számos nagyon komoly eredményt tudott felmutatni. Ha csak mondjuk az oltási rendszeréről beszélünk a magyar egészségügynek, vagy azt, hogy milyen sebességgel jut el, ne adj Isten, a házi orvosához, ami Skandináviában vagy Angliában akár hetes várakozási időt jelentett. Tehát számos olyan erőssége van a mi rendszerünknek, amire lehet építkezni a jövőben. Az adat vagyona a magyar egészségügynek, az egészségügyi intézményeknek az egy kivételes kincs,
amit hallva, hogy mi mindent tudunk, a világban azt mondják, hogy és mire, azt mondták korábban, és mire használjátok ezeket az adatokat. És döbbenten látták, hogy nem használták a rendszer fejlesztésére, nem használták hatékonysági beavatkozásokra. Mi azt láttuk, hogy amikor elkezdtük tervezésre használni ezeket az adatokat, és a térségi ellátórendszert alakítottunk ki, akkor azt láttuk, hogy kevesebb térségek közötti betegmozgás van, mert ott eljut a beteg a térségen belül is a választott ellátásához. Azt láttuk, hogyha tudjuk alakítani, jól szervezni, hogy az egynapos ellátások irányába toljuk az ellátást, igen, akkor csökken a kórházi ápolások száma, és nő az egynapos ellátások száma. Tehát amikor elkezdjük használni az adatokat az ellátórendszer szervezésére, akkor ezek életre kelnek. Most azon dolgozunk, és annak az alapjait vetjük meg, hogy a szűrési információ a beteg egészségének a megőrzésére hétköznapok során felhasználható legyen. Most azon fogunk dolgozni, hogy az egészségügyben dolgozók nyilvántartása az a jobb szakember ellátottságot meg tudja alapozni, vagy az ellátásban a felelősséget jobban meg tudjuk szervezni. Vagy ne adj Isten, az utánpótlásnak a tervezését is meg fogjuk tudni mondani, hogyha látjuk pontosan az egészségügyben dolgozó foglalkoztatottak adatait. Tehát ezeket az apró gyakorlati problémákat oldja meg most ez a projekt, és azt tudom mondani, hogy ennek a végére érünk, akkor a személyes, egyéni, személyre szabott egészség információkat is el fogunk tudni juttatni azokhoz a polgárokhoz, akiknek van erre alkalmas mobiltelefonja, hogy Isten. Tehát egy ilyen ugrásszerű ellátás fejlesztést szeretnénk elérni azzal, hogy rendbe tesszük az adatbázisainkat, és összekötjük az adatbázisainkat, és elkezdjük ezt a hétköznapok javára használni. Köszönöm szépen a figyelmüket!